Sziasztok, mindenkit szeretettel üdvözlök. Remélem, hogy jól vagytok. Én tökéletesen érzem magam a mai napon. Nagyon-nagyon-nagyon tavaszias lett az időjárás és a kedvem is. Sziasztok! Szia! Szeretnék köszönteni szeretettel mindenkit. Remélem, hogy mindenkinek kellemes napja van. Reméljük, hogy itt a tavasz. Lehet érezni már. Ez szerintem már nem sokáig kell várnunk. Itt a január, elmúlik a február, és itt a nyár. Igen. Lehet kérdezni, lehet kérni bármit, bár olyan értelemben, hogy milyen dalat szeretnétek hallani, mik a kedvencetek. Itt vagyok, mint P. Violetta, és válaszolok nektek szeretettel. Nagyon örülök annak, hogy nagyon-nagyon sok ismerősöm bejelölt, és tehát ez az új kis adatlapom, nem tudom még meddig tart, de úgy általában szerettek engem vagy tiltatni, vagy feltöretni a Facebookomat, amikor már ugye ott van a 3, vagy a 4, vagy az 5000 ismerős. Na jó, hagyjuk ezt a panaszkodást, ez nem kell, látom, hogy itt vagytok még egy páran, és minél több és minél több újonnan érkező ismerőseimet is szeretném szeretettel köszönteni. Szoktam gyakorolni, eljön ez az idő, amikor igen, írom a dalaimat, gyakorolok, hangképezek, és hát tanulok. Hát igen, nagyon-nagyon sokat kell tanulni, az biztos még ebben az életben, mindig és mindegyik percben, mindenkinek. Tehát most nem lehet azt mondani, hogy na, itt egy rutinos előadó művész, és nem kell neki hangképezni és tanulni, de hogy nem. Hát amíg élünk, addig tanulunk. Kutya, vagy mi? Kunta? Szia, Kunta? Ki, te Kunta? Vagy mi akar ez itt lenni? Várjál. Na, köszönöm szépen. Nem értem, Sarkadi Antal, hogy mit írtál most ide nekem. Na jó, mindegy, hogy mit írtál, nem téma. Nem miattad jöttem élőadásba amúgy. Tehát én nem szeretem az ilyen szavakat, én nem tudom, mit szeretnél ezt ezzel kifejezni itt nekem, de valahogy bécses normálisan írjál. Jó? Ez nem a vicc kategória most. Valamikor komolynak is kell lenni. Nem? Anyókád Gizike szeret téged, vagy engem. Mi szeretjük őt, üdvözöljük tisztelettel a anyókádat. Jól van, rendben van. Én is üdvözlöm. Mindenkinek a szeretett édesanyját, természetes dolog. Szeretettel üdvözlök mindenkit. Jó egészséget kívánok mindenkinek, és nagyon-nagyon nagy szerencsét kívánok a 2020-as évhez. Reméljük, hogy mindenkinek bevalósul a kis álma, és azt is reméljük, hogy nem lesztek betegek, nem leszünk betegek, elmúlnak a fáradt éjszakák minél előbb, és ugye jön majd a ragyogó napocska,
Mindenkire. Nekem nagyon-nagyon hiányzik a nap. Mert ugye tavalyi nyári időmet az pontosan, hogy úgy töltöttem el sajnos, hogy semmi napocskát. Nem tudtam eltűrni. Na, most viszont nagyon-nagyon-nagyon várom a napsütést. Ma egy kicsit sütött a napocska. El is mentem sétálni, ami ajánlatos, hogy akkor, amikor tényleg süt a nap, akkor ha megtehetitek, vagy ebéd idő alatt, vagy ugye ki lehet egy kicsit menni, akkor nagyon-nagyon sokat sétáljatok. Igen, egyetek rengeteg olyan dolgot, ami a tavaszi fáradtságot beelőzi. Mert ilyenkor télen olyan az ember, mint egy mormota. Legalábbis én olyan vagyok. Igen. Bár mostanában nem tudom, hogy hajnali 3-ig miért nem tudok aludni. Nem tudom. Rám jön nagyon-nagyon hamar az álmosság, és utána egy fél óra múlva kipattan a szemem, és egyszerűen nem tudom, nem tudok aludni. Majd utána hajnal körül nagy nehezen-nehezen rám jön egy álmosság, szia, puszikálna. Mindenkit szeretettel üdvözlök. Ugye kezdődnek, mert most már farsangi szezonok. Tehát érezzük jól magunkat, és űzzük el a telet. Remélem, hogy Mohácsa most el tudok jutni az idén. Ugye itt lesz a legnagyobb búsújárás. Ország szerte. Kinek milyen programja lesz. Remélem, hogy mindenki leírta magának, hogy mit szeretne ebben az évben elérni, kitűzött céljait megvalósítani. Hát és igen, nem? Biztos vagyok benne, hogyha valamit akartok, és hogyha rajta is van az isteni hála, akkor mindenkinek tud sikerülni. Igen. Jól van. Vannak barátaim, igen, sziasztok, puszilok mindenkit. Nekem nagyon furcsa ez, hogy nagyon sokan azt írjátok, hogy hogyha valaki be is jelöl, és hogyha én ezt elfogadom, én szeretettel fogadom el tényleg a jelöléseket, van, akit én is jelölök szeretettel, és az, hogy van-e barátja az embernek, természetesen, hogy van. A barát, az barát. A szerelmed, az a szerelmed. A férjed, az a férjed, vagy a feleséged, vagy fordítva, a párod. Én ezeket a szavakat szeretem, de nagyon. Én egy ősi régi hölgy vagyok már. Még az őskorba jöttem. Van partnerem. Köszönöm szépen a felajánlásodat. Nem tudom, mire gondolsz most pontosan, hogy de ez nem itt kell megbeszélni szerintem. Ezekre nem válaszolok. Ezek annyira kulisszatitkaim, hogy ezt soha nem fogom elmondani, hogy van-e vagy nincs. És szerintem ez olyan dolog, hogy lehet, hogy van kettő is. De lehet, hogy csak egy van. És egy olyan valaki, akit én nagyon szeretek. Tehát szerintem van jogom arra, hogy megválogassam a partnereimet és a páromat is, hogy most majd, hogy is mind fog alakulni az életem. Még egy lehetőségem biztos, hogy van erre. Igen. Szeretném mondani, hogy nekem a férjem az elhunyt. Február 18-án lesz az évforduló. Nem egy éve hunyt el, tehát több éve. És hát én azóta nem találtam olyan
valakit, akivel én el tudnék képzelni egy közös jövőt. Sajnos még nem, tehát azért, mert nem, és ezeknek bizonyos indokai, okai voltak. De barátaim vannak, tehát partnereim is vannak. Tehát mindig van egy, aki szeret. És mindig van egy, aki szeretek. Hosszantartó, hosszú éves kapcsolat. Tehát van egy olyan, aki mindig visszatér, és van egy olyan, aki van, de nem hagy el, illetve el akar hagyni, de mégsem hagy el. Tehát megvan mind a kettő, folyamatosan 6 éve. Én na, úgyhogy akkor elmondtam. Mire vagytok még kíváncsiak? Ha gondolom, akkor van. Illetve, ha akarom, akkor biztos, hogy van. De mivel, hogy olyan nagyon-nagyon sokan vagytok, tehát akik szeretnétek, ugye barátkozni velem, illetve stb. Stb. Tehát ezt elmondanám, ezt valahogy felejtsétek el. Tehát ezt nem szeretném. Tartom a kapcsolatot tényleg mindenkivel úgy, mint nagyon-nagyon jó ismerősöm. Nagyon-nagyon kedvesek vagytok. Szeretek néha ugye én is válaszolni, és volt egy srác, aki keményen udvarolgatott, és írtam neki, hogy na, hajrá, 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 és a végén elszégyelte magát, aztán tovább már nem írt semmit. De tudni kell kezelni ugye ezeket az ügyeket is. Na, igen. Hát és olyan van, amikor sajnos elveszíti az ember a párját, a férjét, a feleségét, és hát utána nagyon-nagyon sokáig nem találja azt, akit szeretne megtalálni. Hát elképzelhető, hogy valahol nekem is van valaki még ebben az életben, akit hozzám teremtett a Jóisten, de én ne haragudjatok, nem csak a belsőt nézem, én azért nézem a külsőt is. Nem azt mondom, hogy Adonisnak kell, hogy legyen, pontosan, hogy olyat nem is szeretnék. Szeretnék egy kiegyensúlyozott, normális párkapcsolatot, ami ugye nagyon nehéz. Tehát az én szakmámmal, ugye, ami van, amiről belesodrottam, így most nagyon nehéz. És volt, aki azt mondta, hogy túl nagy falat vagyok neki. Hát igen, tehát van jogunk válogatni és megválasztani a partnerünket, hogy ki is legyen az a közeljövőben. Tehát nem mindegy. Van, aki azt mondja, hogy na, mindegy, csak találja valakit magamnak, ez nem így működik. Tehát itt több olyan tényezőt kell nézni, hogy az minden tekintetben jó legyen. Tehát egy nagyon jó barátságra, egy nagyon-nagyon jó alapra felépített jó kapcsolat. Hát most ez most vagy összejön még egyszer az életemben, vagy nem. Nem tudom. Fogalmam nincs. Hát nem tudom. Igen. Na. Hát, hogy nekem is kell valaki, aki hozzám való, az is biztos. De nem mindegy, hogy ki. Ezt szeretném még válaszolni itt a fiatal embernek, pontosan nem tudom, ki kérdezte. Uh-huh.
Igen, fogok énekelni nektek. Igen. Írjatok nyugodtan, válaszolok mindenkinek. Aki szeretne megismerni, az nyugodtan tegye fel a kérdéseit. És szeretettel válaszolok persze, amit lehet. A kulisszatitkok azért vannak az életemben nekem is. De hát ami nem olyan, akkor arra természetes dolog, hogy tudok válaszolni. De nem szeretem a csúnya dolgokat, hogyha ide írtok nekem. Köszönöm szépen, hogy nem kaptam senkitől sem csúnyát. Mert már nem tűröm el. Tehát én, mint Pévi Letta, én már egy hatalmas nagy szerep vettem, egy nagyon-nagyon nagy művész hölgy, aki egy aranycsapatba került bele, és a munkásságaim által természetesen, hogy nagyon-nagyon sokat dolgoztam én ezeken a dolgokon, hogy ez így sikerüljön. És én továbbiakban is, tehát én szeretnék egy normális, tisztességes életet elkezdeni, illetve folytatni is. És teljesen mindegy, hogy ki mit mond. Tehát én nem engedem önmagamat befolyásolni. Tehát ez az én életem, ezt én élem meg, és én úgy szeretném megélni, ahogy én választom ki, természetesen Isten segítségével, mert őt mindig megkérem, és őtőle kérek tanácsot, és ahogy ő szeretné az én sorsomat dobni, én azon az úton megyek, tehát én ezt kizárólagosan csak is a jó Istennel beszélem meg. Ezt szeretném mondani. Tehát saját magamnak vagyok a pszichológusa is. Tehát én meg tudom önmagamat beszélni a rosszat, a jót. Nagyon-nagyon sok embernek tudtam már segíteni. Tehát ugyanúgy a magánéletét, hogy tudja helyrehozni, illetve hogyan is legyen tovább az élete. Hát tanáccsal talán el tudtam látni, de nem sűrűn szeretnék ebbe sem beleavatkozni. Én csak mindig azt mondom, hogy sosincs olyan stop az életünkbe, hogy akkor eljön most az, hogy egy bizonyos kort elérünk, és lestoppoljuk magunkat. Tehát megpróbálunk csak otthon maradni, nem menni sehová. Jaj, mert elmúltam mennyi idős, jaj, már úgy sem sikerül, dehogy nem. Még 70 éves korodban is sikerülhet bármi. Tehát éled az életedet, és a korral, hogy hány éves vagy, azzal nem kell törődni. Természetesen 18 éves korig igen kell törődni, 24 éves, párhány éves korig, ugye szülőknek is nagyon keményen oda kell figyelni a gyermekekre, az ifjúságra, és hát nekünk is, ugye, akik így közismertebbek vagyunk, tehát bármikor bele lehet szólni, és tanácsot is lehet adni, és én is elkezdek most már foglalkozni ilyen életmód tanácsadással szerintem, hogy ki, hogy, mert meddig tudja a súlyát önkontroll alatt tartani, és hogy miket is kell csinálni ahhoz, hogy ne csak oda hazonegyél, ne csak egy monoton stílusban éljél, hanem néha-néha próbálj meg mást is csinálni esetleg. Merni kell élni. Ez az igazság. Sok ember nem mer élni. Sok ember nem mer változtatni. Sok ember inkább benne ragad abba, ami van, mert fél a jövőjétől. És ez természetes dolog, hogy félünk. Mert ugye három út van, illetve négy. Én azt mondom, hogy van egy egyenes, egy jobb, egy bal, és van egy hátra. Ugyanúgy. És nem mindegy, hogy melyik úton indulunk el. Ez így igaz. Na.
választhatjuk a rossz utat, de hogyha belekeveredtünk abba, akkor be kell keresni a jó utat. Tehát addig-addig kell menni, menetelni, még nem találod. Tehát nem szabad feladni soha semmit. Szia, puszika! Magyarul írjál, légy szíves, jó? Köszönöm szépen! Szia, Katika! Vagy Kati Csabi! Nagyon szeretem ezt, amikor kettő név van, hogy Kati Csabi, hogy most akkor Csabi vagy, vagy Kati vagy, hölgy vagy férfi vagy. Jól van, mindegy. Na, szóval akkor azokat az utakat, mindent meg kell tenni, amit teremtett neked a sors. Tehát, hogyha bízol abban, hogy igen, van sorsunk, megír, vagy van? Van. Minden ember született valami tehetségre. És addig az ember úgysem távozik innét erről a földről, amíg meg nem teremtette azt. Tehát mindegy szakmától függetlenül, hogy mit szeretnél még csinálni, tehát akkor azt meg kell csinálni. És minden tekintetben érez jól magad a bőrödbe. Az sem jó, hogy bezárkozik egy ember, beteg lesz, műtéte volt, és akkor jaj, nincs tovább, de van tovább. Van, mindig van tovább. Igen. Minden út összefut. És a mélyből is kijut az ember, de viszont a föntről is lehet zuhanni hatalmasat. Főleg a mai világban nagyon-nagyon-nagyon nagyon lehet zuhanni nagyot. De hogyha zuhantál, és ott van az is, hogy nem ugyanabban a nívóban élsz, azt is ki lehet bírni. Mindig arra kell gondolni, hogy mindig lesz másképp minden egyes percedben. És tenni kell érte, hogy legyen. Igen. Meg kell találni azokat az utakat. Nagyon nehéz, az biztos. Újra felépíteni az életet, amikor tényleg valaki özvegy marad, vagy egyedül marad, vagy egy fálás jött az életében, és igen, őneki folytatódnia kell az életének. Most ez elképzelhető, hogy jó dolog, de hogyha benne maradsz abba a kapcsolatban, lehet, hogy abból lesz egy nagyon rossz dolog. Lehet, hogy abból lesz egy jó dolog, hogyha egy új életet próbáltál megkezdeni, és meg kell próbálni, igen. Mindig lesz valahogy. Soha nincs úgy, hogy nem. Tehát nagyon-nagyon-nagyon nagy erős egyéniségnek kell ahhoz lenni. De gondoljátok el, hogy mit szenvedett addig apám, anyám, amíg megfogantam. Mennyit szenvedtek, amíg én életet kaptam édesanyától, majd utána felneveltek. Majd utána ugye eljön az a kor, amikor az ember kiszáll a családi anyai és apai kötelékből, és meg kell állnod a helyedet az életben. És ugyanúgy gyermekeid születnek, és családod lesz, és stb. És meg kell találni azt az utat, hogy mindenféleképpen mindenből fel kell állni. És tovább kell folytatni, tovább kell lépni. Nincsenek évekre megszabva a boldogság. Tehát lehet valakinek 70 éves korában, vagy 60 éves, vagy 50 éves korában egy hatalmas nagy szerencséje és boldogsága, lehet, hogy valaki fiatalon már rég elrontotta, csak éppen nem mert belekezdeni még egy másik újabb kapcsolatba, és inkább gyökeresen ragaszkodik ahhoz, hogy inkább már nem is teszi meg, mert már ugye idős. Minek? Pedig ez annyira hülyeség. Elmúlik az élet boldogtalanul, szerintem. Nem szabad. Boldognak kell lenni. Ja, értem, egy a Facebookotok. Oké, üdvözöllek, Kati és Csabi. Puszim nektek. Rendben van. Csak most ki ír, azt nem tudom. Csabi vagy Kati.
Igen, ti szoktatok hívni, azt hiszem, telefonon is, ugye? Köszönöm. Rengeteg, de rengeteg olyan ismerősöm van, aki telefonon keres meg, mert ugye hiányzom neki. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és nagyon sokan voltak olyanok, akik tényleg megijedtek, mert ugye a nyáron volt nekem is egy kisebb műtétem. Hát igen, én azt mondom, hogy kicsi, de az hatalmas műtét volt. 3 hónapig keményen, de keményen, keményen. Azt lehet mondani, hogy megszenvedtem egy új életét. És ez az új élet, amit adott nekem vissza, jó Isten, ezt most már nagyon őrzöm, és nagyon tisztességesen fogom beosztani az életemet, az időmet, és mindent. Igen. Annak nagyon-nagyon örülök, hogy kezd nagyon-nagyon jó alakom lenni. Tehát olyan alakom lett, mint hogyha feltöltettem volna a hátsómat, de nem. És pont ugyanúgy kezd olyan gyönyörű szépen fejlődni, mint hogyha szilikont belenyomattam volna. Tehát ennek nagyon örülök, hogy tényleg először lefogytam egy jó 10 kilót, nagyon megijedtem. Majd elkezdtem táplálkozni tényleg úgy, hogy egészségesen és jól. És azt vettem észre, hogy fejlődött, tehát visszafiatalodtam és visszafejlődtem. Igen. Tehát van a rossz élet után is egy élet, egy jobb élet, vagy azt lehet mondani, hogy az a régi életem volt, és kaptam egy új életet. Köszönöm a jó Istennek. Igen. És hát természetesen az orvosoknak, mert ha ők nem lettek volna, az a nagy orvos csapat, aki tényleg engem ellátott, és szeretettel jöttek be, és mondták, hogy mi nem hagyjuk cserben. És ott voltak. És mindegyiket nagyon-nagyon-nagyon üdvözlöm, ugyanúgy az anesteziológusokat is. Nagyon jó barátság is alakult ki, hiszen 3 hétig voltam a kórházban, 2 hétig még, amíg várni kellett arra tényleg, hogy megjöjjön az orvos, és összeálljon ez az orvos csapat. És hál' Istennek nem volt olyan nagy baj, mint amilyen nagy bajra számítottunk. Nem volt. Nincs is. Jól vagyok. Újra születtem. Sok mindenben. Igen. Hát a gondolkodás terén, minden tekintetben lehet azt mondani, hogy tényleg újjá születtem, és nagyon szépen köszönöm a jó Istennek, és tényleg az orvosoknak, és a sok orvosnak, akik ugye törődtek még utána velem, tehát ugyanúgy a házi orvosomnak is, mindenkinek, a betegszállítóknak, a mentősöknek, a családtagjaimnak, az olyan rajongóimnak, akik tényleg meglátogatnak a kórházban, és azt mondom nektek, hogy ez tényleg egy nagyon-nagyon jó dolog, és akkor, amikor tényleg nem merik megműteni itt, ott, amott az embert, mert nem tudják, nem látható be, nem tudták pontosan, hogy mi a baj. Én éreztem azt, hogy nő a hasim. Én már azt hittem, hogy úristen, hány gyerek van már bennem. És tényleg úgy néztem ki, mint egy terhes. És sajnos, hogy ott volt egy olyan elzáródásos dolog is pluszban, tehát ami miatt keletkeztek ilyen kisebb ciszták. És sajnos az egyik B-szakasz befogta, tehát beterítette. És ez ezáltal, hogy majdnem, hogy elzáródott, de akkor én éreztem, és a házi orvosom is mondta, hogy Istenem, itt ez nem is ez, hanem az. És igen, és mondtam, hogy én is úgy érzem, hogy igen, az. És én úgy mentettem meg a saját életemet, hogy rengeteg, de rengeteg savanyúságot ettem meg, és savanyúlét ittam meg, ami ugye az átmosta, és át tudott menni a mindennapos étel normálisan, stb. Stb. De csak nőtt a hasam, úgyhogy borzasztó volt. Aztán végén elestem, és akkor ott került az íjapontra. Sajnos akkor már belülről ez elkezdett érezni.
tapasztalatom az az volt, hogy nagyon-nagyon gyorsan jött a mentő, nagyon kedvesen elláttak engem, először balesetibe kerültem, majd utána nagyon-nagyon alacsony lett a vérnyomás, 40 per 30. Ezt kibírtam. Igaz, hogy nagyon szürkültem már lefele, tehát nagyon-nagyon-nagyon féltem, de minden egyes pillanatomban imádkoztam. Tehát a hit az nagyon-nagyon-nagyon nagy dolog volt, és átkerültem egy másik osztályra, majd onnét elkerültem haza, hogy menjek szépen haza, és menjek vissza egy időpontra, amikor lesz a műtét, csak hát igen, csak nagyon fájdalmas volt. Állandó jelleggel fájt, egy percig sem ment ki a fájdalom. És akkor bementem egy gyógyszertárba, ott is a gyógyszertárosoknak köszönöm szépen fájdalomcsillapító, mospa, stb. És ott szépen összezuhantam. Mire felét, mert felezméltem addigra 3-4 mentős csapat mentette az életemet. Ugye infúzió tömkelege, és abban ugye bizonyos mennyiségű dolgok mentek bele. Tehát én köszönhetem azt tényleg, hogy ők megmentették az életemet, és úgy kerültem át egy másik kórházba, és utána pedig vissza oda, ahol műtöttek, és akkor így 2 hétig ott voltam. Majd mire eljött a műtét ideje, hát akkor a gyönyörű szép hosszú hajamat megfogtam, felcsutkáztam, ide levágtam, hát de mennyivel is legyen könnyebb a gyerekeim, szólsz, hogy ne kelljen, ugye, hogyha nem jövök vissza, hogy még azzal is törődjenek, és mégiscsak bíztam abba, hogy igen, vissza fogok térni, és akkor amikor tették rám a maszkot, akkor nagyon-nagyon gyönyörű, szép, altatós orvosok voltak, tényleg hölgyek, tömkerege, ugye, és egy tényleg egy orvos csapat, és mikor ugye egy kicsit megszólaltam, mert ugye énekeltem, tehát hogy énekelve aludjak el, és gondoltam a kis unokámra, és akkor úgy hirtelen visszavette a maszkot, és kérdezte, hogy mi a baj. Hát mondom, semmi baj, csak érdekelek. És akkor, mikor ugye visszatértem, hát olyan értelemben, hogy már emlékeztem arra, hogy újra élek, akkor hirtelen jöttem egy év rövidébe, hogy rögtön tudjak köszönni, hogy jól vagyok. Hát és utána, ugye, az épülés, felépülés. És ezt mind nagyon szépen köszönöm a szomszédasszonyaimnak, a községben élő, tényleg olyan embereknek, akik gondoskodtak mindenfajta kiszolgálásról. Bevásárlókat kaptam, mindent az égvilágon, tehát azt mondom, hogy le a kalappal. És hálás köszönetem mindenki felé, és azt szeretném mondani, hogy most már igen, az, aki nekem főzött, és én mindent megkívántam, hát most úgy hozta a sors, hogy hála jó Istennek, hogy felépültem, ő pedig egy kicsit gyengélkedik, úgyhogy én mentem el a mai napon a boltba, és szolgáltam ki, és még régenben is, tehát ez így is van. Az embernek nem kell, hogy nagyon-nagyon jó barátnője legyen, hanem egy olyan, aki tényleg nagyon megbízható, ha éjjel, ha nappal bármilyen olyan gondom lenne, akkor biztos, hogy számíthatok rájuk. Tehát, igen, ilyen a szeretet, és ilyen a béke. Tehát mindenkinek azt kívánom, hogy a szomszédjával nagyon legyen nagy szeretet a békében. Igen. Mert ők is olyanok, mint a családtagok lennének, mert ugye a családtagok nem mindig tudnak itt lenni, és hogyha tényleg valami olyan gond van, akkor az ember tud kire támaszkodni. Na, szóval csak így elmondtam nektek, hogy nem kell lemondani az életről. Hogyha bármilyen nagy komoly betegség is adódik, el kell menni, meg kell műtetni magadat, túl lehet élni, túl kell élni az imával, a hittel,
és a szeretettel, ami benned van, az élni akarás, ez nagyon-nagyon-nagyon fontos. És még azt üzenem mindenkinek, hogy tényleg, mint rajongóimként, ismerőseimként, ti is imádkoztatok értem, és nagyon-nagyon-nagyon köszönöm szépen mindenkinek. Tehát és éreztem a hatalmas nagy szeretetet bent a kórházon belül is. Igen. Voltak csajszik, akik csak azért jöttek be a kórházba egy napra, hogy láthassanak engem. Nagyon jó érzés volt. Igen, hogy együtt voltunk, és ott nevettünk, és ettünk, ittunk, beszélgettünk. Igen. Titkosan készült ugye egy pár darab kis videó is róla. És hát sok-sok barátságra tettem ott is. Barátokra szert, tehát ezt szeretném mondani. És igen, csak még az, hogy tényleg a nagy szerencsétlenség mellett nagyon ott volt mellettem a szerencse és a Jóisten. És épülök fel, és úgy érzem, hogy nincs semmi baj, nem is volt semmi baj. Tehát annyira elhalványult ez az egész, és új élet teremtődött bennem, tehát olyan, mint hogyha most születtem volna újra meg. Tehát imádom az életet, imádok enni, inni, szeretek énekelni. Igaz, mindig ez volt a hobbim, persze én ezt tanultam is, és vizsgáztam is belőle, és szeretek jól tenni. Minden tekintetben. Igen. Jókat enni, inni, bulizni. Hogy mindenki legyen bátor. Tehát az most, hogy elmúltál 50 éves, vagy 40, vagy 60, vagy 70, attól függetlenül még mindig megy az élet tovább. Még akkor is meg lehet találni a boldogságot, még addig, amíg élünk, addig mindig legyünk boldogok. És használjuk ki azt az életet, hogy még élünk, akkor még itt a földön vagyunk, és tudunk élni tisztességesen és becsületesen. Így igaz. Tehát akkor bulizzunk. Jól vagyok, köszönöm szépen. Most meséltem el azt, hogy mi is történt velem, tehát így a műtét és a többi. Igen. Úgyhogy minden sikerült, minden stimmel, át tudtam vészelni, és ugye ehhez kellett a hatalmas nagy akarat is. Igen. Ja, és el szeretném mondani, hogy mi adott nekem nagyon-nagyon-nagyon nagy erőt. A műtétem előtti éjszaka. Én esküszöm, hogy átéltem teljes mértékig, hogy ágyam mellé leült Szűzanya. Fogta a kezem, és azt mondta, hogy itt vagyok veled. És olyan bátorságot adott nekem, Atya Úristen, tehát éreztem a kezem melegét, és éreztem végig, hogy ott volt. Ez így igaz? Igen. Igaz, hogy anyukám is meglátogatott, sőt, egy napra szegényként be is került a kórházba, tehát ott volt ugyanazon az emeleten. Hát ő már idős asszonyka, és még azt én intéztem el neki, hogy haza kerüljön inkább. Tehát annyira nem bírta a szegényként azt elviselni, hogy műtétem lesz, hogy úgy éjszaka egy kicsit feljebb ment a vérnyomása. De. Tehát voltam egy családi látogatáson, mindenkit végig látogattam, így karácsony és szilveszter között, és nagyon-nagyon jól éreztem magam, mert ugye a két gyermekemnél voltam,
beosztásokkal. Volt, amelyik azt akarta, hogy most akkor még maradjak ott, és akkor majd át, de aztán így ingáztam közöttük, és akkor szépen elmentem meglátogatni apukámat, a öcsémet, nővéremet, úgyhogy nagyon jól éreztem magamat. Most pedig várom azt tényleg, hogy itt legyen a tavasz, és remélem, hogy már nem sokára már igen, itt van. Tehát mindenkinek nagyon-nagyon-nagyon nagy erőt kívánok. Az egészségünket ne hanyagoljuk el. És minden műtét után fel tud ébredni az ember, és fel tudja önmagát annyira emelni nagyon sok szép dolgokkal. És jobbulást kívánok minden betegnek. És hát mindenkinek azt kívánom, hogy inkább ne legyen beteg, és soha ne legyen műtétse. Rendben. Na, jól van. Majd fogunk bulizni későbbiekben. Mert most van egy olyan, hogy ugye a programjaim, amik elő vannak írva, azokat kell csinálnom. Sziasztok, puszikám nektek! Igen, ez egy szép pallomás volt. Szerintem részemről. Sok szerencsét nektek. Puszi.